hogyan lesz egy öreg, fehér zsiguliból színész? Például ma főtaxi szerepben? Nagy szükség van kellékekre. Matricák, feliratok, URH adás. Hogyan lehet mindezt házilagosan kivitelezni? Például porzsákkal, meg burkolatváltóból? Ma ez a műsor. Sárgul már a kukorica szál. Nem is egyenes. Az előzőekben 3D nyomtatással reprodukáltuk az 50 éves szabadjelzőt, viszont ezt fel is kell fogadni valahogy a tetőre, világított is, két oldalt pántja is volt. Készen van a festése a szabadjelző frontnak és a hátlapnak. Ez szerintem baromi jó lett amúgy. A 3D nyomtatott talpból egy picit kellett levágnom, mert beszélgettem Mátyással, aki a taxik szakértője, és ő felhívta a figyelmemet, hogy túl magas, amit nyomtattunk. Itt látod a halott cafatokat. Ez volt az eredeti nyomtatott talp, és ennyi lett belőle leválasztva, de így lesz jó a magasság. Sokkal jobban néz ki, és tényleg hasonlít a gyárira. Beleraktam a csavarokat, üvegszálas gittel jól beragasztottam, hogy atombiztosan tartsanak, meg kicsit meg is erősítettem vele ezt a talprészt. És mivel a Knight Rider kipufogó dob miatt amúgy is a fővárosban járta, ezt majd jövő héten mutatom, mert ez a jövő heti műsor témája, bementem egy taxiboltba. Igen, rendesen bementem egy taxisboltba, és vettem hozzá ilyen régi fajta fém URH antennát, mert ilyen volt a tetejükön. Természetesen vettem hozzávaló talpat is, az már nem létezik feketében, úgyhogy chrome spray. És ilyenkor ezekkel a frissen vásárolt erekjékkel, ezekkel úgy közlekedek, úgy cipelem őket, na véres kardon! Vettem hozzá mágnest is, ez idejön, kap ide egy anyát. Ez az egyetlen rész, ami még nincsen lefestve, azért, mert ennek még ki kellett fúrnom az alján ezt a furatot, illetve a világítást még szerkeztem bele. A 70-es, 80-as években használt, tehát az eredetiekben, ilyen szofita izzó volt, azt hiszem 3 darab, így tudott világítani előre-hátra is. Mi azért a 21. században vagyunk, úgyhogy LED modulokat vettem 200 forint. Ezekkel akarom megoldani, mert ezt így szépen félbehajtom, és akkor előre is, meg hátra is tud világítani, fogyasztása nulla. Felhelyezni, itt középen van egy csavarhely. A cucc, amit használok, az egy ilyen bárhol kapható, elalakul, nem is mondanám polctartónak, ilyen kis szögvas. Abból dolgozunk, amink van. Na, valami ilyesmi lesz. Persze jön bele még majd a taxi felirat, a plexivel, a fóliával. Itt ezt a részt fogom még lecsippenteni belőle, hogy elférjenek az üvegek. Én nem tudom, te hogy vagy vele. Nem olyan rég múlt el az ünnep. Nekem ezeket a sziklákat látva mindig a csillagszóró ugrik be. A felesleges testrészt kimetszett. Au, de forró! Jöhet a festés! A festéknél sincsen nagy titok, ez egy sima mezei RAL 1016-os sárga szín. Úgy kevertettem ki, hogy elvittem az eredeti szabadjelzőt, és azt a részét, amit fedett a borítás, tehát nem tudta kiszívni a nap, azt használtuk színmintának, úgyhogy stimmelnie kell. Ja, és kap rá színtelen lakkot, hogy megvédje két rétegben. Most, hogy a ház is kész, rakjuk össze. Itt a talp. A talpba alulról belejön 2 darab dzsávár. Először a talpat kell összeszerelni a házzal, azért, mert ez a 2 csavar, ami a talpból kiáll, ugye itt lesz megfogatva anyával. Azzal nem is lenne gond, mert ehhez az anyához hozzáférek, viszont ha már rá van téve a mágnesre a talp, akkor nem tudok ellentartani a csavarnak csavarhúzóval. Talppal együtt valami ilyesmi lesz a végső forma, még a mágnes persze, és itt az újabb bizonyíték arra, hogy a maszek melóban mindig vannak buktatók, szóval ha nem más találja ki helyettet, hanem neked kell, akkor nézd, hol jön be az áram. Hiszen itt ugye lesz egy LED modul, aminek világításhoz 12 voltot kellene hozni. Bence, amikor a 3D-s tervet megcsinálta, na ő gondolt rá, ugyanis itt csinált neki egy vájatot, ezen be tud jönni a kábel, igen ám, csak én nem gondoltam rá most, amikor összeraktam, hogy ezen hogy jön át. Na, ott az áramcsatorna. And now,
The end is near, and so I faint. And more, much more than this, I did it my way. Olyan ez a LED modul, hogy 3M-es ragasztó is van a hátulján, de a közepén van csavarhely is, és úgy gondoltam, hogy csavart is kap ide, meg persze a ragasztót is használjuk, dupla biztonság. Csak azt is kéne látni, hogy a furat hol van, azt kiszurkálom. Így a jó. Rácsuk. Meg is van. Úgy néz ki, mint Johnny 5. Input! Még! Input! Több input! Na, most kiderül az igazság. Doppergés. 3, 2, 1, és... Yes, there were times I'm sure you knew. Hát én imádom ezt a fejezetet, az eredmény fázist, amikor már látod, hogy a saját kezed munkája nyomán a semmiből egyszer csak születik valami. Létrehoztam valamit a nulláról, hát nem volt semmi, most meg itt van, ugyanolyan, mint a régi szabadjelző, nem sokára teljesen kész, sárga, világít, működik, ilyesmit érezhetek a költők, meg a nagy filmrendező, persze hasonló érzés, csak kicsibe. De csináljunk valamit szerkezeti dolgot is, mert csak mindig a szépség, meg az esztétika. Levegőszűrő cserével kezdünk, aztán gyertyapipák. Levegőszűrő. Nagy dolog nincsen, ehhez sem kell Nobel-díj, 3 darab szárnyas anya van itt a légszűrőház tetején, azokat szépen kitekerjük. A 3 szárnyas anya után leugrik a légszűrőház fedele. Ó, hát ez nem olyan szép. Ti, akik jobban értetek hozzá nálam, ez jónak minősül? Az új, ez valahogy ilyen kulturáltabbnak látom. És jöjjön az új légszűrőbeti, úgysem, mintha nem 1500 forint lenne. És ezennel, a szárnyas anyák meghúzása után a levegőszűrő cserével megvagyunk. Tudod, erre mondanák azt a mai modern, drága márka szervizekben, hogy nagyon rossz volt, sajnos az alkatrész, ki kell cserélni. Hát tudja, a munkaóra, de most már új a levegőszűrő, a kollega kicserélte, egy 19.000 forintból meg lesz a dolog. Kezicsókolom. Kezicsókolom, mágnes fólia. Na, tudti, hogy nem maradott. És pálinkás jó napot, mágnes fóliára rakandó, nyomtatás. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Taxi? Telefonszám? Taxi logó? Pepita kockák? Ezeket ki kell vágni méretre, azon a méreten van a mágnes fólia is. Ezt a két egységet kell tehát egymásra applikálni, és onnantól kezdve moduláris, tehát bármikor szétszedhető, és újra összerakható főtaxival rendelkezem. Hát ez nagyon jó. Az a baj, úgy se nyugszom addig, amíg legalább egy matricát ki nem vágok ebből a nagyból, és fel nem teszem az oldalára. Jaj, ne írj! Csak kamuzog. Meg akartalak szaratni. Ugye nem gondolod, hogy a motorházletőn fogom vágni? Mielőtt megkérdeznéd, nem. Nincsen kisebb vonalzó. Szeretem ezt a fémvonalzót, mert elég stabil. Egész biztosan tudok mellette vágni. Kész az első. Minden reklámcégnél szinte az első befektetés az egy vágóasztal, ami igazából egy sima ilyen faasztal, de baromi nagy. Na, az kéne most nekem ide. Ez egy régi íróasztal, ami szét van már dőlve. Olé! Következő lépésként a mágnes fóliából vágok rá egy ugyanakkora darabot,
mint a ragasztandó cucc. Rosszul mondom, igazából nem ugyanakkora, hanem mindig ráhagyással csinálom, hogy amikor már rá van tapasztva a mágnesfóliára ez a felső réteg, akkor még egyszer szikével végigvágom, az lesz a végleges, és akkor ezt a kis fennmaradó fehér csíkot, amit itt látsz, azt is el tudom tüntetni. Előtte persze a két réteget egymáshoz kell tapasztani. A mágneses fóliának ez a fekete része a mágneses, a másik oldala a tapadós, tehát ezt a fehéret kell lepucolni. És amint a mágnesnek a fehér oldala tiszta, lehet leszedni az öntapiról a hordozót. Ja, megvan. Látod, ez ilyen nagyon vékony, úgyhogy óvatosan kell vele, mert nyúlik is. Odaigazítom a kezdőponthoz. Milyen jó, hogy ráhagyással vágtam ki. És most egy ilyen, hát a profik azok kasírozó szerszámmal csinálják. Abszolút amatőr szinten csinálom ezt az egészet. Tudom, hogy a hivatalos verzió az, és úgy is kellene csinálni, hogy ilyen kimondottan erre való ilyen applikátor, egy ilyen műanyag lap, azzal kellene egyenesre húzni, és kinyomni alól a levegőt. Nekem semmi másom nem volt, mint ez a porzsák. Valami régi porszívóból maradt, tiszta új egyébként, tehát új porzsák, nem használt szarokkal dolgozunk. Van ilyen karton része, ami biztos, hogy nem fogja bántani a fóliát, egyenes is. A célnak tökéletesen megfelel. Az a lényeg, hogy szépen, egyenletesen próbáljuk meg kinyomni alól a levegőt. Látod? Menet közben rájöttem ám, hogy sokkal biztosabb a buli, hogyha a mágnes kifeszül, és azt hogy érjük el, ráteszünk a kocsinak egy fém elemére, sokkal szebben ki lehet simítani. Nem sok légbuborék van benne. Ezután nincs más hátra, látod, hogy itt a vége a fóliának, ezt szépen szikével le kell vágni, mert ez csak a mágneses rész, amit itt látsz. A rendes tapadós fólia itt végződik. Tisztában vagyok vele, hogy a profi reklámcégeknél, meg fóliásoknál ennél sokkal szebbet csinálnak, de én látni akartam, hogy bírok-e vele, meg tudom-e oldani. Most amire nekem kell, arra szerintem tökéletes. A gyertyakábel garnitúra rendkívül bonyolult cseréjével folytatjuk. Ami innen belenézve a motortérbe pozitív dolog, és elsőre látszik is, az AC-nak a tömítése az szerintem új. Ez a cső is, ez valószínű, hogy újra lett cserélve. Ezekkel nem kell foglalkozni. Az előző tulaj elmondás alapján cseréltek benne olajat is, de én már elég sokszor indítoztam szivatóval. Azt javasolták nekem, hogy a szivatós benzinben dús keverék azért elég szépen le tudja mosni a hengerfalat, úgyhogy érdemes egy olajcserét is megejteni. És hogy miért akarok gyertyakábelt cserélni? Azért, miért menj már innen. Rex, hozz vissza! Azért kéne kicserélni, mert például... Ezt így látod? Persze tudom, csak a gumi, meg mi, de ez így, nekem ez annyira nem tetszik. Ezen nem újon, itt az új. Kaptam olyan tanácsot, amit persze nagyon köszönök, nem ezt a piros szettet kellett volna megvennem, hanem a Tesla gyárt, meg nem Elon Musk. Szóval a kék színűt, a Tesla gyártmányút, mert annak állítólag jobb a szikra képe. Biztos így is van, mert tudom, hogy Gábor profi a zsigulikban, de ez már itt van nálam egyrészt. Másrészt ugye új, ennél a szarnál biztos, hogy sokkal jobb, aztán majd kicserélhetem én a Teslásra, hogyha ez sem válik be. Nem nagy költség egyik sem. Ja persze, tudom, nem vagy kemény, hanem téped ki egyszerre az összeset. Nem vagyok kemény. Én, ha lehet, akkor inkább egyesével szeretem kicserélni. Nem jó összekeverni őket. A üzem biztosan össze van ragasztva. Jaj. Jobb lesz óvatosan vagdalni itt a szikével, mert rendelhetem a kéket. Persze a nagy dolog nincsen benne, mert nyilván hosszúság alapján is meg tudjuk határozni, amelyik a leghosszabb. Ez nem, mert ez a leghosszabb, de ennek más a vége. Ez jön a trafóra. Ami leghosszabb, az megy legmesszebbre. Tehát az a négyes henger, és ahogy így rövidülnek 3-2-1, nem egy nagy dolog. A trafókábele kék. Gondolom, az egy picivel újabb kellene, hogy legyen, mint a régi gyújtókábelek voltak. Mondjuk elég könnyen kijön. De látszani még nem látszik rajta semmi hiba. Hát annyi, hogy egy picit ez is így meg van merevedve, de a merevedés nem mindig baj. Mindegy, ha már van új. Mondjuk ez nem valami hosszú.
Hát... ez egyáltalán nem hosszú. Jó, ez így. Ahogy a motortérben volt, tehát ahogy így létezett, a formája úgy jobban tetszett a réginek. Ez meg olyan, mint a picit nem feszül, de mégis olyan, mintha olyan hülyén néz ki. Szerinted? Jelzőt, akkoriban egy ilyen két oldalról felcsavarozott fémpánt fogta fel a tetőre. Ezt ma már nyilván nem lehet kapni, de gyártják, tudok rá kontaktot adni. Viszont én megint a kihívást kerestem, hogy meg tudom-e oldani, mivel házilagos megoldást keresünk, a Barkács áruházban kapható, olcsó, de hosszú és fémből lévő burkolatváltó a tökéletes alany. És itt megint ne tessék el elképzelni semmiféle CNC eszterga, meg különféle hajlítógépet. Amíg még fóliában van, és persze tök egyenes, rátesszük a tetőre, és mindig úgy nyomkodjuk, hogy körülbelül felvegye az ívét a tetőnek. Annyira vagyok, hogy behajlítottam ebbe a tetőcsatornába, ezen még itt át kell kunkorítani, aztán meg is vagyok, lehet festeni. Mivel láttad, hogy ez egy egész hosszú cucc, egy szegéléc, vagy ilyen burkolatváltó, ezért ezt ketté kell vágni. Mivel ehhez a csavarhoz fog felhajolni, ezért ráhagyással itt elvágom, az bőven jó lesz. Hát, lehet előbb kellett volna levágnom, sokkal egyszerűbb így közlekedni vele. Azt a szélén meghajlítottam. És majd a széleit lecsépem. Ezért kell a munkás öltözet, amit látod, a ruhám egy picit fémreszelékes lett. Lehet, hogy nem a legprofibb megoldás, de úgy szoktam megcsinálni az ilyen furat megjelöléseket, hogy magát a csavart szépen, akár festékkel is lehet, ilyen fíztollal befestem. Valami jó feltűnő színre a végét. A cucc végére teszek egy papírragasztó darabot. Jó, erősen neki nyomom. Ott, ahol majd szeretném, hogy legyen a furat. Ha nézd, nem tudom, látszik-e. Aha, ott van a karika. Próba! Milyen öröm, amikor végre betalálsz a lúgba. Yeah! Ha tetszett a munkám, annak nagyon örülök, de kérlek, ne rendelj nálam ilyen taxi szabadjelzőpántot. Épp elég volt ezt az egyet is meghajlítgatni fogóval. Tudok rá kontaktot adni, aki nálam sokkal profibban megcsinálja neked. De tudod, én szeretem mindenben kipróbálni magam, aztán vagy összejön, vagy nem. Ez most speciál sikerült. Látod? A semmiből valamit. Nekem senki nem mondja azt, hogy ezt, meg azt nem lehet megcsinálni. Mindent meg tudsz oldani és el tudsz érni, csak igazán akarnod kell. A jövő hét elég zsúfolt lesz, nekem is, neked is, ha jössz. Jön egy kites videó, Knight Rider kipufogódobb felszerelés, új hang meghallgatás, és ilyen random tavasz élvezés a beszélő autóval. Másnap azok fognak élvezkedni, akik állandóan azzal szekálnak, hogy mi van a Mercivel. Jön a Merci! Feketére lett festve, megyünk vele a veterán bőrzére. Halló! Ne kérdezz, hogy minek kell nekem 1500 forintért 90-es évekbeli Ericsson telefon. Muszáj volt megvennem! És a Patreon támogatóknak, amit nagyon köszönök ezúttal is, meg a csatornatagoknak is persze, jönni fog egy olyan videó, amikor videó a videóban. Tehát elkezdtem már csinálni a... nincs itt a japán zászlóm. Japán luxusautóról, a japán császár ilyennel jár. A videó megmutatja, hogy hogy készül a videó. Az elejétől a végéig, a forgatókönyvírástól, a nyomtatáson át, a kamerázás, a vágás, minden benne lesz. Baromi jó lesz, csak ez nekem tripla munka, de nem érdekes! Úgy nagyjából ennyi. Cső, jövő héten jövök!